A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, a tavaszt az újjászületést jelenti. A húsvét hagyományvilága az évszázadok alatt sok változáson ment át. A székelyek megtartották az ősi szokásokat, rituálékat, archaikus formákat, melyek aztán szervesen idomultak a katolikus közösség hagyományaihoz. Keresztes Andor, Mária Gyüdi igazgató plébános, apai nagyszülei 1942-43-ban Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon. Papként Szekszárdon és Tolnán szolgált összesen 8 évig, majd Baranyába került. Szívesen emlékszik vissza gyermekkora húsvétjaira, azok lelkiségére. Székelyek egy húshagyati bállal kezdik, az a húshagyó kedden. Ez egy régi hagyomány, hogy bált rendeznek egy vigasságot a nagybőjt előtt. És hamvazó szerdával indul a nagybőjt, és általában a régi öregjeink a szerdai és a pénteki bőjtöket mindig megtartották. A pénteki bőjt mellett keresztutat jártak a templomba, s nagy pénteken meg a faluba, a Kálvárián, Kisdorogon is, Tevelen is. Nagy bőjt az egy befele forduló, mély lelki időszak. És általában mi nem csak a székelyek, a nemzetiségek is az egyházi évbe beleillesztették az életüket, hagyományaikat, és így próbáltak közösen egy lelki felkészülést sem részt venni. Még ami fontos, így mondták az öregek a barkának, hogy pimpó. Virágvasárnap a pimpókat megszentelték, és azt nem hazavitték, hanem mindenki mise után fölment a temetőbe, és elhelyezték a megszentelt barkát a szeretteik sírjánál. A nagy hét az egy nagyon bensőséges időszak volt. Nagy csütörtöktől még a mi falunkba kocsma is zárva volt, egészen húsvétig, hogy ennek a nagy hétnek is ilyen mély lelki értelmet adjanak. Nagy csütörtökön már előkészültek az asszonyok a tojás festéshez, tojás íráshoz, különböző mintákat megfestették, megrajzolták a tojásokat, általában nagypénteken. Nagypénteken ugye igyekezett mindenki a templomba lenni az úgynevezett csonkamisén, és még ami székely hagyomány volt, az ételszentelés. Elvitték feltámadás után, vagy inkább húsvét vasárnap, mert feltámadás után ugye galuskát ettek, és amit elvittek egy kosárba, az sonka, tojás, főtt kolbász, torma és kókonya, az a húsvéti sós kalács, amit sütöttek elődeink, és ezt a pap megszentelte a mise végén, és van egy ilyen mondás, hogy betét, mint bece a szenteltből, hogy akkor nagyon jól laktak a húsvéti eledellel, és ez volt a húsvét vasárnapi főmenő az asztalon. A székelyek megtartották őseik hit és hiedelem világát, a természethez, az élethez, a közösséghez tartozás életszemléletét. Az igazgató plébános Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely húsvéti hagyományokat. Itt is tartunk mi is ételszentelést, ugyanúgy a szertartásokat itt is megtartjuk, barkacenteléssel, körmenettel. Csak így a székelységen belül vannak ilyen apró kis hagyományok, amik itt errefele délvidéken nem élnek, csak ott a székelység körébe. Ugyanígy nagyon fontos volt, ha mentek a fiatalok locsolni otthon, és mindenki kapott egy ilyen megírt hímes tojást, és ezt nagy becsűbe vették a legénykék, meg nyilván pénzt is adtak a gyermekeknek, ha mentek locsolni. Keresztes Andor húsvétig több lelki gyakorlatot is tart, hogy a hívek lelkiekben is felkészüljenek az ünnepek ünnepére.